A legpárizsibb opera, amely a város művész negyedét bemutató díszleteivel és klasszikus jelmezeivel visszarepíti a nézőket egészen 1830-ba. A bohém élet karácsonyi idején mondhatni kötelezően szerepel a repertoáron, de a világon mindenhol nagyon népszerű. Sokak szerint kiemelkedik az operairodalom darabjai közül, és bár Párizs, a szerelem és a bohémság tulajdonképpen már alapból a siker kulcsa lehetne, ám ehhez a rendezéshez még a díszlet is hozzáad. Ez minden évben egy új rácsodálkozás, még az is, aki már nem is tudom, hanyatszor énekli a szerepet, az is megérkezik, meglátja a díszletet, és úgy megnézi. A bohém élet tehát egy igazi legendás előadás. Nádasdy Kálmán rendezése Olá Gusztáv díszletében 1937-ben került először az Operaház színpadára. Eddig majdnem 1000 előadást ért meg, egyszerűen nem fog rajta az idő. Az, hogy ilyen szinten volt képes az operaház ennek a korhűségét és eredetiségét megőrizni, az egy egyedülálló történet, azt gondolom, az operajátszás történetében. A közönség, hál' Istennek, ezt nem unja meg. És pont beszéltük a kolléganőmmel, hogy minden évben valamelyik felvonást mindig, amikor szétmegy a függöny, a díszletet, minden évben megtapsolják. Vagy a másodikat, vagy a harmadikat, de... Minden, nem volt még egy olyan előadás, hogy ez ne történjen meg. Olá Gusztáv kétszeres Kossuth-díjas magyar operarendező, díszlet és jelmeztervező. A színek, a látványosság, a nagyhatású tablók mesterének mindent magának kellett sorban elsajátítani egyéb forrásokból, amire szüksége volt a hivatásához. Művészet közelben nőtt fel, először a műegyetemen tanult építész akart lenni, de nem sokára a zene iránt kezdett érdeklődni. Zongora tanszakon végzett a Zeneakadémián. 1921-től dolgozott a Magyar Állami Operaházban, 1936-tól főrendező, később vezető főrendező volt. Az operai előadásokat modern színpadtechnikai és szcenikai megoldások egész sorával fejlesztette, külföldön is jelentős sikereket ért el. Noha rendezései már lekerültek a műsorról, a bohém élet díszletei 1937 óta láthatók. A darabot egyébként leginkább az Operaházban játszották eddig, kivéve a 80-as években, most a felújítás miatt került át az Erkelbe. Tegnap volt az első alkalom, amikor itt összeszereltük, és nagyon izgultunk, mert például csak a színpad mélysége 10 méterrel rövidebb, mint az Operaházban. És nagyon izgultunk, hogy azt a díszletet, meg azt a csodát, amit a, például az itt mögöttem látható harmadik felvonás jelent mindig, minden évben, azt most is újra reprodukálni tudjuk, de hál' Istennek úgy látom, hogy ugyanolyan gyönyörű, mint az operában. Bár voltak jelenetek, amelyeken kicsit változtatni kellett, vagy nem pont ugyanazt a képet mutatják, mint az Operaház színpadán. Mivel az Erkel kisebb, mint az Operaház, ezért a második felvonással nem tudunk olyan ügyesen bekészülni, mint az operában, tehát ez a gyors változás miatt az első felvonást le kellett tennünk a színpad szintjére, ami azt jelenti, hogy egy egészen más díszlet született, a negyedik felvonás díszletében játsszuk az elsőt, ami tulajdonképpen indokolt, hiszen helyszín szempontjából ugyanott vagyunk. Ugyanabban a padlásszobában. És ugye képileg egy picit veszítettünk, nem látjuk a havas kéményeket, amiket annyira szeretünk, és nem látjuk a várost elég jól a díszlet mögött, de így is valami marad belőle, meg megpróbáljuk azon az ablakon, ahol kilátunk, ott visszatükrözni ezt a hátteret. A bohém élet az 1830-as évek Párizsában a sokszor pénztelenségtől nyomorgó fiatalok bohém életét mutatja be egy drámai románccal, amely a halálos beteg hímzőnő Mimi és a költő Rodolfo között bontakozik ki. És nem csak a díszlet, hanem a jelmezek is klasszikusak, sokszor harmonizálnak a jellemekkel és a zenével is. Hogyha a szereplőknek a karakterét megnézzük, és azokat a jelmezeket, ami az adott szereplőn van, és annak a színvilágát, annak a hangulatiságát, az gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy olyan szerencsés ez az alkotás, hogy teljes szimbiózisban vannak egymással.
Talán ami leginkább kiemelhető itt Müzet karaktere, abból a szempontból, hogy talán ő a legszínesebb, szólamában is egy elképesztően színes, bravúros koloratúrákkal tarkított szólamot hallhatunk, és ez a fajta könnyedség, ez a fajta vidámság megjelenik a ruhájának a színeiben is. Olá Gusztáv díszletei és Nádasdy Kálmán rendezése tehát 80 éve látható. Szakértők szerint tökéletes munka mindkettő. Itt minden gesztusnak élnie kell, minden megmozdulásnak kifejezést kell hordoznia, ugyanakkor el kell határolódni minden hamis naturalizmustól. És pontosan ezek miatt tartják úgy, hogy ennek az operának a színpadra állítása igazán nehéz rendezői feladat.